Ma Magyarországon a pártok úgy alakíthatnak frakciót, hogy vagy önállóan indulnak el választáson, vagy pártszövetségben, és ez utóbbi esetben is tudnak önállóan frakciót alapítani. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom olyan határozati javaslatot nyújt be a mai napon a parlament elé, amelyik azt javasolja, hogy mostantól kezdve csak azok a pártok alakítassanak frakciót, akik önállóan indulnak a parlamenti választáson. Ez azért van, hogy olyan pártszövetségek, mint például a Fidesz-KDNP, ahol nyilvánvalóan a KDNP nem létezik, az ne alakíthasson önálló frakciót. Azt szeretnénk, azért küzdünk, hogy a társadalomban és így a választásokon és a parlamentben is egyenlőség legyen.